Cop TV. Cop TV. Négy, nézd, ahogy életed értelmet nyer. Kulcs. A rejtett bölcsességhez. Kulcs a rejtett bölcsességhez. Amikor megvalósítjuk életünk valódi célját, elérjük a tökéletességet, teljes nyugalmat, végtelen boldogságot és azt a képességet, hogy idő és tér felé emelkedjünk, miközben még mindig ebben a világban élünk. Kabala felfedve, Tony Kosinekkel, Hermann Zsolt fordításában. Hello, üdvözöljük Önöket ismét a Kabala felfedve sorozatban. Tony Kosinek vagyok. Kezdjük azzal, hogy olvassunk egy idézetet Balaszulamtól a Talmud Eszer Szfirot bevezetéséből, a Tíz Szfirot tanulmányának a bevezetéséből, a Balaszulam egyik legfontosabb munkája. Azt mondja, ennél fogva meg kell kérdeznünk. Akkor a kabbalisták miért köteleztek minden egyes szemét arra, hogy a kabbala bölcseletét tanulják? Valóban egy nagy dolog van ebben, amit érdemes publikálni. Egy csodálatos, felmérhetetlen gyógymód van ebben azok számára, akik a kabbala bölcseletével foglalkoznak, bár még nem értik azt, amit tanulnak, azáltal, hogy sóvárognak és egy hatalmas vágyuk van arra, hogy megértsék, amit tanulnak, ők felébresztik magukra a fényeket, melyek körbeveszik a lelkeiket. Még miközben a személy még mindig nem ért el a tökéletességet, ezek a fények, amelyek arra hivatottak, hogy elérjék, ezek ugyannak tekintve egy körbevevő fények. Ez azt jelenti, hogy ők készen állnak és várnak arra, hogy megtisztítsa a személy a megszerző edényeket. Abban az időben ezek a fények majd beöltöznek a képes edényekbe. Ennél fogva, még akkor sem, amikor a személy még nem rendelkezik az edényekkel, amikor a személy ezzel a bölcsességgel foglalkozik, megemlítve a fények neveit és az edényeket, melyek a személy lelkéhez tartoznak, azok annál ráragyognak egy bizonyos mértékben. Azonban ők anélkül ragyognak rá, hogy beöltöznének a lelke mélységébe, mivel még ott nincsenek képes edények, amelyek elfogadják azokat. De ennek ellenére ez a ragyogás, amit a személy megkap időről időre, miközben ezzel foglalkozik, ez a személyre egy hatalmas kegyelmet von felőről, átadva neki a szentség bőségét és a tisztaságot, amely a szemét képes közelebb vinni ahhoz, hogy elérje a tökéletességet. Ezen a leckén keresztül mi majd azt nézzük, hogy mi az úgynevezett négy fázisa a teremtmény teremtésének. Ez a makro sablon minden számára, amely létezik a világban a teremtésben. Az a mód, ahogy a teremtés létezésbe jutott, ahogy a teremtmény meg lett teremtve, és ahogy minden, ami ebből származik, az létre van hozva bármilyen aspektusban, a teremtés minden részében, a világ minden molekulájában, atomjában. Ez az, amit a kabbalisták mondanak nekünk. Először is tudnunk kell, hogy bizonyos titkok vannak a Tórában, amit úgy nevezünk, hogy a Tóra titkai. De mi nem beszélünk ezekről a titkokról, és azok a mi képességünk felett vannak, hogy ezeket elérhessük, vagy megmagyarázzuk. Egyetlen kabbala könyv nem beszél a Tóra titkairól, csak a Tóra ízeiről beszél, úgymond. Ezek a titkok vannak úgy nevezve, hogy a teremtő eszenciája, vagy az acmutó, tehát ez, ami elérhetetlen, felfoghatatlan az érzékszerveink által. Tilos ezekről beszélni, tilos azt jelenti, hogy nem vagyunk képesek. A tilos azt jelenti, hogy lehetetlen, nincs képességre, nincsenek szavak erre, nincsen edényünk erre, ez csak az elérésen keresztül érhető majd el, amikor azonossá válunk azok tulajdonságával. Innen kezdünk mindent. Tehát a teremtővel kezdünk, ezzel az eszenciával.
A kabbalisták elmagyarázzák, hogy a kezdeti gondolat, a teremtés alapgondolata, aki elérte ezt a szintet, az azt magyarázza, hogy minden egy szándékkal kezdődik ebből a végtelenségből, és ez a szándék, ez az eredendő szándék, hogy teremtsen egy teremtményt, és hogy élvezetet, végtelen élvezetet adjon ennek a teremtménynek. Ezt nevezzük úgy, hogy Behinna Sores, vagy a nulla állapot, vagy a gyökér, a kezdeti állapot. Ez a gyökere az egész valóságnak, Sores, mint gyökér, és mivel ez az akarat, hogy egy teremtményt teremtsen, és hogy ennek a teremtménynek végtelen élvezetet adjon, ez a kezdeti lökete a teremtésnek, azonnal, ami megtörténik utána, az, hogy létrejön egy edény, úgymond egy befogadó edény, egy megszerzés iránti vágy, egy vágy, amely képes befogadni ezt az élvezetet, amit ez az eredeti gondolat tartalmaz. Ez a gondolat, amit úgy nevezünk, hogy fény, és ez pedig a megszerzés iránti vágy, ez az edény, amely befogadja a fényt vagy az élvezetet. Ez a mi edényünk, ez a mi edényünk, ez a kezdeti teremtmény, ez az eredendő edény. Ez a fázis, ez melyben a teljes fény, a teremtés teljes fénye, vagy a teljes bőség, vagy élvezet megtölt egy edényt, egy vágyat, amely képes magába fogadni a teljes fényt, ezt az élvezetet. De ez az edény, ez szinte le van nullázva a fénnyel, de annyira beleépült ebbe a fénybe, hogy igazából ez a két dolog egyszerre létezik, és egymástól függenek, itt még nincs szétválás a vágy és a fény között. Tehát van egy adó erő, egy adakozás iránti vágy, amely belenyomtatja magát egy megszerző edénybe, egy vágyba, és létrehozza ezt az ellentétes formát magával szemben, tehát az adó és az elfogadó. Tehát a vágy adója, az érvezet adója és a vágy, amely befogadja ezt, ezek össze vannak zárva, mint hogyha összeolvadva egymással, mint ugyanannak az ötletnek a két oldala, vagy ugyanannak a gondolatnak a két oldala, vagy az érem két oldala. És ezt nevezzük úgy, hogy a második fázis, úgymond, ami a Behinna Alef, tehát az első fázis, a gyökér vagy a nulla fázis után, ez a Behinna Alef, tehát az első fázis, bár ez a második lépés a teremtésnek. Tehát ez az első megkülönböztetés. Mi történik, amikor a fény belép ebbe az első edényben, a megszerzés iránti vágy, az eredendő vágyban? Az történik, hogy a megszerzés iránti vágy elkezd érezni az élvezetet, de a fény ugyancsak átad a saját természetéből az edénybe, tehát nem csak az élvezetet adja át, hanem a forrásból is valamit, és akkor valami történik, ennek eredményeképpen az edény érzi a forrást is. Amikor ez a fény az eléri az edénynek a mélységét, teljesen megtöltve az edényt egy végtelen módon, akkor az edény vagy a teremtvény elkezd érzékelni valamit nem csak az élvezetről, hanem a természetéről ennek a fénynek, vagy a forrásról, vagy az eredendő gondolatból. És mivel ez csak egy megszerzés iránti vágy, ez egy eredendő megszerzési vágy, ez a programi alapján reagál, és akkor észreveszi, hogy létezik egy adakozó, létezik egy forrás, amelytől az élete függ. Tehát az első megkülönböztetés, ez a Behinna Alef, vagy az első egység, az felfedi, hogy létezik egy adakozó, létezik egy forrás. Azaz, hogy ez az első dolog, amely nem a teremtő. Van egy érzékelés, hogy létezik egy adakozó, és létezik egy elfogadó, hogy van valami létezés, és hogy létezik valamivel szemben. Tehát akkor először is nézzük meg ezt az első és a második részt, tehát a nulla fázist és az első fázist olyan értelemben, hogy szefirot, vagy a szfirák szempontjából. Ezt nevezzük úgy, hogy keter, vagy a korona, vagy a csúcs, és a második pedig a chokma, vagy bölcsesség. A chokma azt jelenti, hogy bölcsesség. Tehát ez a fény, amely érződik az első teremtmény, vagy az edény, vagy a megszerzési vágy által, az egy élvezet, ami egy reakció a teremtő tulajdonságára magán belül. És ez a fény, amit érez, ami belép, ezt nevezzük a bölcsesség fénye, vagy a chokma fénye, azaz, amikor az edény érzékeli a forrás. Tehát a forrás érzete, a forrás felismerése, ez a chokma bölcsesség. Tehát bármikor, amikor azt mondjuk, hogy bölcsesség a kabbalista szövegekben, az erről a tulajdonságról beszél, erről a fázisról, az első fázisról, amikor a teremtmény teljesen megtelik a fedteremtő ismeretével. Ami történik, annak az eredményeképpen egy érző, hogy van egy adakozó, érzi az élvezetet, az adakozásra vágynak az élvezetét is.
és akkor akarja ezt az élvezetet, mivel ez egy megszerzés iránti vágy, és ez egy magasztosabb élvezet az adakozás, amit érez a fényen keresztül. Tehát ez a vágy, ez egy új részletet hoz létre a teremtőnyben, ez egy új tulajdonságot hoz létre a teremtőnyben, az edényben, azáltal, hogy érzi a forrást és a forrás boldogságát, hogy adakozhat, most már ezt akarja, ezt a vágyat, ezt a boldogságot akarja. Annak érdekében, hogy érzi ezt az új hiányt. Először megtelik, és akkor érez egy új hiányt, amit érez a fény tulajdonságán keresztül az adakozóban. Annak érdekében, hogy elérje ezt, hogy megpróbálja elérni ezt az új élvezetet, az adakozás élvezetét, megérti, hogy ő nem képes, ő nem akarja elfogadni az élvezetet, hanem az adakozás élvezetét akarja. Tehát akkor tesz egy lépést afele, hogy átélje ezt az adakozás élvezetét. De mivel ő önmagában csak a megszerzés iránti vágy, az egyetlen dolog, amit tenni tud, az, hogy elfogadja, hogy eltaszítja az élvezetet a megszerzésből. Tehát most már az adakozás élvezetét akarja, ezért eltaszítja a megszerzés élvezetét, és kilöki magából a fény. Ez a fázis a behina bet, vagy a második fázis. Ez a második betűje az héber ABC-nek, a behina bet, tehát a második. Tehát miután érezt, először élvezetet érzett azért, hogy megkapta a fényt, de utána már azt az élvezetet akarja, hogy adakozhasson, és ezért nem tud más tenni, mivel megszerzésére vágy, hogy eltaszítja a befogadás élvezetét, és rájön, hogy adakozni jobb, mint megszerezni, és most már az adakozás vágyát, az adakozás élvezetét akarja, de mivel nem képes adakozni, csak megszerezni, az egyetlen, amit tenni tud, hogy elutasítja a megszerzést. Tehát ez az adakozás iránti vágy. És itt egy nagyon érdekes dolog történik meg, hogy két fázis van, amelyek az elsővel a második kifejlődött, mint hogyha teljesen ellentétessé vált volna. Ez a vágy a megszerzésre az első, és a második az pedig már a vágy az adakozásra. A teremtményben felébred ez az új vágy az adakozásra, azáltal, hogy érzi a forrást, érzi a forrásnak a természetét és az adakozást. Ezt a szfirák tekintetében bínának nevezzük. A bína az a hitvananut, azaz, hogy megfigyelés, hitvananut megfigyelő. És igazából mi az, amit megfigyel, és az, amit megkülönböztet, az a teremtő tulajdonsága, hogy a teremtő tulajdonsága az a szintiszta adakozás, ezt veszi észre. Tehát ez az adakozás tulajdonsága, a bína tulajdonsága ezt jelképezi, ez a behina bet, ez a második fázis, ez amely már a teremtmény, amikor hasonlóvá akar válni a forrás az a teremtőhöz, tehát nullás, egyes és kettes fázis. Tehát ebben az állapotban, amikor a teremtmény kiüríti magát, elutasítja a megszerzés élvezetét, egy új vizsgálat jelenik meg, egy új felismerés történik az edényben. Tehát szeretném, hogy észrevegyétek, hogy amiről most beszélünk, minden egyes fázisban, minden egyes behinotban, ezekben a vizsgálatokban, észrevételekben, ez nem a fény cselekedetéről szól. A fény cselekedet az mindig ugyanaz, a fény adakozik, az állandóan adni akar, állandóan csak ezt az eredendő törvényt használja föl, az eredendő gondolatot, hogy egy teremtmény teremtsen, és ezt beteljesítse abszolút boldogsággal. A fény csak ennyit tud tenni, a fény adakozik feltétel nélkül. Amiről most beszélünk, az a felismerés, ami az edényben változik, a vágyon belül, a teremtményen belül mi változik, erről beszélünk a fázisokon keresztül. Tehát itt, ezen a második fázison belül, a behina beten belül, ahol nincs fény, akkor jön egy felismerés, hogy az ő természete az valójában az, hogy elfogadja az élvezetet, azaz, hogy ő nem létezhet a fény nélkül, nem létezhet az élvezet elfogadása nélkül, a hochma fénye nélkül. Ez a taszítás, amikor eltaszította a fényt, hogy legalább részlegesen adakozóvá váljon, ez a kegyelemnek a fénye, ez az eltaszítás, az Or Hasadim, vagy a kegyelem fénye, tehát ez a behina bet, vagy a bína tulajdonsága, a hasadim, a kegyelem, azaz, hogy nem akar magának semmit, Or Hasadim, tehát ez azt jelenti, hogy nem akar magának semmit. Tehát érti, hogy nem létezhet így, hanem el kell fogadnia valamit, de nem akar megszerző lenni, tehát ennek találnia kell egy módot, amelyen ez a megszerzés, ez valójában az adakozás formájában történik, és ez egy következő felismerés, következő szintet hoz létre. Ez a behina gimel, vagy a harmadik fázis.
Behinna Gimel, vagy a harmadik fázis, vagy igazából ugye már a negyedik fázisról beszélünk, hiszen volt egy nullás fázis is. Tehát ez a felismerés, ez létrehoz egy duális, egy kettős állapotot, azaz ez a fázis magába olvasztja az első kettő fázist, mind a megszerzést az orchokmával, és a taszítást, vagy ami ki nem akar, hanem adakozni akar, amely az orchaszedin. Tehát mind a kettőt magában foglalja. Tehát ez a két ellentétes állapot, vagy vágy, vagy felismerés benne van foglaltatva ebben a kevert harmadik fázisban. Miért? Mi történik itt? Ebben a fajta megszerzésben a Behinna Gimel az talált egy módot, hogy a megszerzést adakozásra változtatja. Az egyetlen dolog, ami létezik a teremtésben, az a teremtő és a teremtmény, a fény és az edény. Ennyi létezik, egy adakozás és egy megszerzés. És még a teremtmény is, amikor úgy érez, hogy adakozást végez önmagán belül, valójában az egyetlen dolog, aki képes adni, a teremtő szempontjából az a teremtő. Csak a teremtő képes adni, a teremtmény csak elfogadni képes. A Behinna Gimel az egy döntést hoz, hogy az lemásolja a teremtő cselekedetét, azaz, hogy megérti, hogy a teremtő az azt akarja, hogy a teremtő megtérjen az élvezettel, azaz, hogy el kell fogadja ezt az élvezetet, és hogy a teremtésnek az egyik alapgondolat az, hogy létrehozzon egy teremtményt, és hogy adjon a teremtménynek. Tehát az egyetlen fajta teremtmény, amelyet képes létrehozni, az valami, amely önmagán belül, mint hogyha létrehozna saját magát belül egy teremtményt. Tehát akkor ezt a döntést hozza, hogy ez elfogadja a fénynek egy részét, mondjuk azt, hogy 20%-et elfogadja a fénynek, tehát a teremtmény magán belül megpróbálja a teremtést lejátszani, de csak azért fogadja el, hogy beteljesítse a teremtés alapgondolatát, a teremtő gondolatát, hogy megteremtsen egy teremtmény, és ezt megteltse a fénnyel. Tehát most a harmadik fázisban ezt elfogadja, de csak azzal a szándékkal, hogy azáltal, hogy elfogadja a fényt, beteljesíti a teremtés alapgondolatát, és ez az egyetlen motívum, amilyen keresztül elfogadja. De az adakozás az egy szándék, tehát nem feltétlenül a cselekedet. Nem számít, hogy mi a cselekedet, hanem a szándék fontos. Tehát ez valójában az hasonlóságba kerül formájában az eredethez. Tehát ez a 80%, ami ugye továbbra is egy visszautasítja a fényt, és csak azzal a feltétel fogadja el 20%-ot, hogy ez a boldogságot adjon a forrásnak. Ez élvezet, ez még mindig fény jön be az edénybe, nem figyel arra, mert nem az a lényeg, hogy a fényt megkapja, hanem hogy ezáltal közel kerül a forráshoz. Ez a Zer Ampin a szfirák tekintetében. Ez a harmadik fázis, ez a Zer Ampin, és ez valójában pár szfirot van benne, vagy kicsiny arc. Hesed, Gvura, Tiferet, Netza, Hod, Jeszot, tehát a Zer Ampin maga öt parcufra van válva, tehát ez egy kevert fázis, amely egyrészt megszerez, másrészt adakozik, tehát csak az adakozás szándékával fogad el fényt. Tehát ebben gyakorlatilag szimulálja az adakozás cselekedetét a Behinna Gimel. Egy új felismerés születik meg ezen keresztül. Ő érzi ezen az vágyon keresztül a fény új tulajdonságát a cselekedetén keresztül, és ez a tulajdonság, ez valójában a teremtés alapgondolata maga, ő eléri ezt a teremtés alapgondolatát, hogy ez nem egyszerűen csak adakozás, és nem csak az, hogy ő elfogad egy bizonyos részt a fényből annak érdekében, hogy beteljesítse a teremtő vágyát, a teremtés alapgondolatát, hanem hogy a teremtés gondolata az, hogy teljesen beteljesítse a teremtményt végtelen boldogsággal, és akkor megérti, hogy el kell fogadni ezt az egész fényt a 100%-ig annak érdekében, hogy valóban beteljesítse a teremtés alapgondolatát, neki el kell fogadni az egész fényt. Tehát nem állhat meg úgymond 20%-nál, hogy csak részlegesen kap meg fényt. Tehát itt akkor a fény belép és megtölti az egész edényt, és ez a negyedik fázis, vagy Behinna Dalet. Dalet az a negyedik betű a héber ABC-ben négyes számot is jelképezve. Tehát ez az ötödik fázis az egésznek, de az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es a teremtmény kifejlődési szempontjából. Ez nagyon különbözik a Behinna Alef-től, bár hasonlónak látszik, nagyon más, valami teljesen más történik, mivel itt a 1-es, 2-es, 3-as fázisban mindezek a cselekedetek, ezek nem független cselekedetek, ezek mind a teremtő által, vagy csak az edény reagált a fény erejére, ugye a vágy az csak egyszerűen ösztönszerűen reagál a fényre, de a cselekedet a teremtő által történik. De itt
valami teljesen új történik a negyedik fázisban, valami teljesen új történik. Ez egy független vágy, hogy pontosan azt cselekedjek, amit a teremtőben helyezett. Tehát itt a megszerzés iránti szándék, hogy ezt az egész fényt elfogadja, van egy lehetőség, hogy elérje a formazonosságot a teremtés gondolatával, mert megérte, hogy ezt el kell fogadni a teljes fényt. Tehát ezen a ponton minden megváltozik a teremtény számára. Itt egy megszorítás történik, amely megváltoztatja a vágynak a természetét. Ahelyett, hogy elfogadjon, úgy, mint korábban közvetlenül elfogadva a fény, megpróbálva elérni ezt saját maga számára, itt érzi a negyedik fázisban, emiatt az utolsó felismerés miatt, amit megkapott, érzi a teremtőnek az állapotát, a teremtő tulajdonságát, és most már nem akarja a közvetlen fény magának, hanem a teremtő értelmét akarja, a teremtő gondolatát akarja, hogy ahhoz hasonló legyen. El akarja érni a formazonságot a teremtővel teljesen. Ezt akarja. Ez valójában a teremtő szándéka kezdettől fogva. Tehát itt minek itt van minden másnak a kezdete a teremtésben, létezik egy független teremtmény, létrejött egy független teremtmény, amely egyrészt megszerz más és hasonlóvá akar válni a teremtőhöz. Tehát ez a négy fázis, ez a negyedik fázis a Malhutnak van nevezve, a szfirák tekintetében. Malhut, ez a királyság szó, azaz, hogy minden a vágy által van uralva. Itt ez az új szándék, az, hogy hasonlóvá akar válni a teremtőhöz, hogy nem akar megkapni saját maga számára egyáltalán, mivel érzi a teremtőnek az állapotát, a teremtő állapotát, tehát szégyent érez, amikor elfogad valamit ingyen, úgymond, és ez elhozza az első megszorítást, a megszorítást, hogy nem akar elfogadni maga számára, mert szégyent érez akkor, hogy különbözik a teremtőtől, tehát most már inkább az irányítja a gondolatait, hogy hasonlóvá váljon a teremtőhöz, tehát a teremtés alapgondolata, és nem pedig a cselekedete vezényli őt. Tehát nem egyszerűen csak adokozás és elfogadás, hanem most már a szándék számít. Tehát itt van Malhut, és ez az edény, ez a negyedik behina, a negyedik felismerés, ez az Olam Ein Sof, ez a végtelenség világa, amely végtelen világ, Olam Ein Sof, világ vég nélkül, és az összes világok, lelkek onnan erednek. Minden része a teremtésnek ezt a formát használja föl. Ez a folyamat, ez a makro sablon, vagy forma, ez a teremtőnek a négy betűs neve, tehát a Jud csúcsa, a Jud, a Hej, a Vav és a Hej, tehát két Hej, felső Hej és alsó Hej, tehát a Jud Hej, Vav Hej és a Jud felső csúcsa, az a nulla fázis. Ezt az erőknek a sorozatát, mindegyik nevek és a kabalában, mint formulák a fizikában, viszonyokról beszélnek, a fény viszonyát az edényhez. Tehát itt akkor látjuk, hogy a kabalisták adtak nekünk egy térképet, egy sablont felülről lefele, hogy hogyan kerültünk létezésbe, nem csak az, hanem ez leírja az állapotokat is, amiket a személynek el kell érnie, amikor majd felemelkedik alulról felfel, ad nekünk egy célt, ad nekünk egy gyökeret, és megadja nekünk az út, a mérföldköveket az út mentén. És ez, amit a teremtmény tesz, amikor ezt a megszorítást megteszi, akkor elkezdi építeni a világok rendszerét, hogy ez képes legyen majd elérni a teremtés alapgondolatát, de mint egy független vágy, ahol egyenlővé válik a teremtővel. Ez egy idézet Rav Lightmantól. Az ember magában foglal mindent. Hogyha az ember korrekciókat végez, az azt jelenti, hogy ennek megfelelően az egész teremtés közel kerül a teremtőhöz. Ennél fogva az embernek korrigálnia kell saját magát, csak saját magát, és az ember, amely felemelkedik, az magával viszi az összes világokat, ezért lett ez mondva, hogy az összes világok csak az ember számára lettek teremtve. Találkozzunk ismét, a legközelebb, amikor majd tanulunk az eredendő eszközéről, az elérésnek, hogyan építjük a szűrőt, azt a szenzort, érzékszervet, amely képes tesz minket, hogy érezzük a teremtő vágyát, és hogy elérjük a formazottságot a teremtővel. Találkozzunk legközelebb.